Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves idősek és fiatalok, kedves tiszavasváriak! Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Tiszavasvári várossá válásának 35. születésnapján, 35. évfordulóján. 1986. januárjában Tiszavasvári kiérdemelte és megérdemelten megkapta a városi rangot, a városi címet. Azóta hol könnyedebben, hol nehezebben, de méltósággal viseli ezt a rangot, és tesz eleget városi címének. Engedjék meg, hogy egy gyerekkori élménnyel, egy gondolattal szóljak önökhöz, és mondjam el, hogy 14 éves diákként hogyan éltem meg az akkori várossá válást. Diákként a tanáraink megszólítottak bennünket, és büszkén újságolták, hogy tiszavasvári városi rangot fog kapni, és mi gyerekek járuljunk hozzá egy rajzzal, és rajzoljunk egy címert a városnak, hát ha valami szépet, valami gyönyörűt alkotunk, és a miénk lesz az, amely majd díszíti a város zászlaját. Nagyon sokan nekiálltunk, rajzolgattunk, festegettünk, és mindenki büszkén mutatta tanárainak, diáktársainak, hogy ő milyen szépet alkotott, és reménykedtünk abban, hogy majd a mi rajzunk lesz az, ami díszíti a zászlót. Sajnos sokan lettünk azok, akik egy kicsit elszomorodtak, mert hát nem az ő címerük, nem az ő rajzuk került a zászlóra, de aztán büszkék és boldogok lettünk, hiszen egy olyan címer díszíti a zászlót, ami méltó Tiszavasvárihoz. És a boldogságunkat tetőzte az, hogy a rajzainkat megmutatták a város apjának, nagyjának, kiállítást rendeztek ebből, és mi büszkék lehettünk arra, hogy valamilyen szinten hozzájárultunk a város kulturális életéhez, és valami szépet alkothattunk. Ebből aztán nagyon sokan erőt is merítettek, hiszen később felnőttként, tudásukkal, hozzáértésükkel Tiszavasvárit gazdagították, erősítették. Ugyan az elmúlt évtizedekben voltak jó néhányan, akik elhagyták városunkat, de máshol élve, máshol dolgozva Tiszavasvári jó hírét vitték tovább. Nekünk, akik itt vagyunk most Tiszavasváriban, azon kell dolgoznunk, hogy városunk újra megerősödjön, visszanyerje régi fényét, és újra a térség meghatározó település legyen. Ezen az ünnepnapon tekintsünk kicsit vissza a múltba, merítsünk erőt a múlt történéseiből, vegyünk példát híres szülötteinkről, tehetségeinkről, és az elkövetkezendő esztendőkben azon munkálkodjunk, hogy majd a 40. születésnapon büszkén mondhassuk el azt, hogy Tiszavasvár visszanyerte régi fényét, meghatározó erejét. Én azt kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát Tiszavasváriban, tegyen hozzá minél többet a város életéhez, alkossunk igazi közösséget, legyünk büszke tiszavasváriak. Isten éltesse Tiszavasvárit, Isten éltessen minden tiszavasvári lakost.